Sikerekben, egészségben és szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden nézőnek. Önök a 2023-as év első Kaleidoszkóp című magazinját látják. Januárt a meteorológusok télhóként tartják számon. A régi székely magyar naptár szerint fergeteg, őseink medvetorhavának nevezték. Régi magyar neve pedig boldogasszonyhava. Pénteken a három királyok napjával fejeződik be a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak, amely a 40 napos böjtig tart. Ne feledjék, hagyományosan január 6-án, azaz vízkereszt napján bontják le a karácsonyfát. Ma esti magazinunkban az elmúlt évben az Ózdi Városi Könyvtárban történt kulturális eseményekből szemezgetünk Csörgőné Csépányi Krisztina könyvtárvezetővel, majd egy korábban rögzített író-olvasó találkozóra hívja önöket Scheffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író, gombolt ki magad címmel. Magazinunkat az adventi részfúvós kamara együttes koncertjének néhány dallamával zárjuk. Maradjanak a képernyők előtt. Csörgőné Csépányi Krisztina foglalja össze az elmúlt év könyvtári programjait. Író-olvasó találkozóra várta a vendégeket Scheffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró. Részletek az adventi részfúvós kamara együttes koncertjéből. Az elmúlt évben számos programot kínált az Ózdi Városi Könyvtár a településen élőknek. A több generációt megszólító programok között találkozhattak a vendégek író-olvasó találkozókon, rejtvényfejtő versenyeken, de a gyermekeknek szervezett rendezvényekből is volt bőségesen. A most következő negyed órában Csörgőné Csépányi Krisztina könyvtárvezető foglalja össze az elmúlt évben történt fontosabb eseményeket. Rendezvényeinket az elmúlt, tehát évekhez hasonlóan valamennyi korosztály számára igyekeztünk megszólítani. Célunk többek között az volt, hogy minél több oldalról mutassuk be a könyvtár kínálta a lehetőségeket, hiszen az ismeretszerzés, az olvasás kultúrának a fejlesztése, a könyv szeretete mellett a tanulásban és a szabadidő aktív és hasznos eltöltésében is segítséget tudunk nyújtani. Egy-két programot kiemeltem a 2022-es év programjai közül a teljességigénye nélkül. Januárban a Magyar Kultúra Napjához csatlakozva a satérvers versenyt hirdettünk, amely számunkra is egy újdonság volt, hiszen nem találkoztunk még előtte vele. Ezt a versenyt az Ózdi Szépszórodalmi Körrel közösen szerveztük. Két fordulós volt, az első fordulóban bemutattuk, hogy mi is ez a satérvers, tulajdonképpen a diákoknak, középiskolás diákokról beszélünk. A második fordulóban pedig megrendeztük a versenyt. Nagyon meglepően nagyon jó eredmények születtek és nagyszerű alkotások, amelyekből a könyvtár emeleti terének kis kiállítást is nyitottunk. Ha március, akkor internetfiesta programsorozat a könyvtárban, hiszen évek óta csatlakozunk a internetfiesztához. 22 évvel ezelőtt az volt a célja az internetfiesta programsorozatnak, hogy az internetet népszerűsíteni lehet és kell. Ma már a célja az internet felhasználási lehetőségének minél szélesebb körű bemutatása. Ehhez kapcsolódóan is több programot szerveztünk. Általános iskolásoknak a tudatos szörfözés gyakorlása programot, valamint a nyugdíjas klub tagjainak az irodalmi okos délutánt szerveztük, amely a vízvilágnapjához is kapcsolódott. A költészetnapja alkalmából is még meghirdettük óvodások szavaló versenyét, amely már hagyományos, 8. alkalommal hirdettük a 2022-es évben. Nemes Nagy Ágnes egy szabadon versével lehetett nevezni, 17 kis óvodás nevezett be a versenyre, és mindenki nagyon-nagyon ügyes volt a versenyen. Jeges vízben, sűrű hóban, hibát húztak a folyóban, juhickoltak, verekedtek, este felé hazamentek. Az ünnepi könyvhét a könyv és a könyvkiadás legnagyobb ünnepe. Az egyik író-olvasó találkozón Berg Judit íróval találkoztak a diákok, aki közvetlen stílusával elvarázsolta a gyerekeket. Szintén a könyvhét programja volt a Barkóba hagyományéltető vetélkedő, valamint a könyvheti kavalkád, amikor kitelepül a könyvtár a falain kívülre. Írókkal, költőkkel és műveikkel lehet megismerkedni, valamint személyesen beszélgetni.
Nyáron a már hagyományos tarkaforgó olvasótábort, illetve szünidei játszóhetet szerveztek 20 fő gyermek részvételével. A szünidei hét minden napja különböző tematikára épült, így voltak Bálint Ágnes mesefiguráinak napjai, óvda természetet környezettudatos nap, gömörszülősre is ellátogattak, ahol hagyományokkal ismerkedtek meg a gyerekek egy nagyszerű nap során. Majd az egyik éjszaka pizsamapartit rendeztek vetélkedővel, karaoke és táncversennyel és elemlámpás házbejárással. Először úgy volt, hogy elemlámpával felmentünk a padrásra, nagyon izgalmas volt, megnéztük, hogy mik voltak ott. Utána visszajöttünk, játszottunk egyet, volt pizsi szépségverseny, utána meg elmentünk fogat mosni, volt egy jó estemes, és utána meg pedig lefeküdtünk. Szeptemberben már hagyományos ez is, hogy megrendeztük az Ósz Kupa országos rejtvényfejtő bajnokságot a Ószi Rejtvényfejtő klubbal közösen. Kétnapos rendezvényről beszélünk, amikor egyén és csapatverseny formájában mérik összetudásukat a versenyzők. Itt 175 versenyző vett részt ezen a két napon, és az ország minden pontjáról érkeztek a versenyzők. Október könyves ünnep szintén, országos könyvtári napok programsorozat. Itt nagyon sok programot kiváltunk ezen a héten a diákoknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak, tehát minden korosztálynak. Vendégünk volt Kis Ottó, József Attila díjas íróköltő, aki rendhagy irodalommal áttartott. Amikor különányban fekszem, sokáig nem tudok elaludni, ezért mindig megpróbálom összeszámolni a bárányokat, ahogy a nagy javasolta. És ha december, akkor ünnep. Decemberben mi is, mint mindenhol, az ünnepvárás, az ünnepi programokat szervezünk minden korosztály számára, óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig. Nyugdíjas korosztályig sok kisiskolás óvodást látunk ilyenkor vendégül. Elindítottuk a világjáró sorozatunkat is. Márciusban Kejel Árpád vetítőképes előadás formájában varázsoltál minket különböző tájakra, illetve augusztusban az Ózdi Művelődési Kommunikációs Nonprofit Kft-vel közösen Kaprinai Éva élménybeszámolóját hallgathatta a közönség, illetve az ő kiállításaiból nyílt, illetve az ő képeiből nyílt kiállítás a civilház emeleti terén. A táj az minden magáért beszél, azt nem nehéz megszeretni, mert bármerre megy az ember, az mindenhol gyönyörű. Mindig zöld a fű, mindig lombosak a fák, nagyon kevés a lombhullatófa, tehát egy-egy képen nem lehet eldönteni, hogy az most télen vagy nyáron készült, ha csak nem zuhog az eső, mert télen sokat esik az eső. Nagyon fontosak a gyermekfoglalkozásaink. A tanév időszakában folyamatosak a gyermekfoglalkozásaink, heti rendszerességgel vannak gyerekfoglalkozásaink, óvodás iskolás foglalkozásaink, amelyek valamilyen ünnepkörhöz kapcsolódnak. Ismeretterjesztő foglalkozások, könyvtárbemutató foglalkozások, olvasás népszerűsítő foglalkozások, hiszen könyvtári tevékenységünk nagyon fontos eleme a óvodás iskolai csoportok fogadása. Általános és középiskolás csoportoknak tartunk rendhagyi irodalomórákat, mint ahogy már az előbb is beszéltem róla, író-olvasó találkozókat, könyvtárbemutató foglalkozásokat. A tavaly évben a Petőfi Klub keretén belül rendhagyi irodalomórát, mint ahogy mondtam, Kis Ottól láttuk vendégül, illetve középiskolásoknak Jánoki Kis Viktória tartott rendhagyi irodalomórát, amely nagy siker volt a diákok körében. Nem ismerték őt, de nagyon jó kapcsolatot tudott kialakítani a középiskolásokkal ezen az órán. Azt gondolom, hogy a fiatalok aztán különösen fogékonyak a történetekre. Felnőtt korunkban is nem véletlenül járunk moziba, olvassuk a könyveket, de talán az ő korosztályuk az, akit még az is érdekelt, hogy hogyan is kell megírni, jól kitalálni egy ilyen történetet, és ebben szeretnék nekik egy picit inspirációt adni. A Petőfi Klub jóvoltából szintén egy nagyszerű adást láthatott a közönségünk Feleségek felesége címmel pódium műsor Szendre Júlia emlékére, amely nagyon tetszett a közönségnek, tényleg egy nagyszerű adás volt. Ha eldobodik az özöni fátyolt, fejfámra sötét lobogó akaszt. Én feljövök érte a síri világból az éj közepén, és oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűmet érted, ki könnyeden elfeledét hívedett, és e szív sebeit letörölni.
ki téged nyújt akkor is, ott is. Örökre szeret. 2022-ben két klub is alakult, a Társasjátékklubunk, amely kicsiknek és nagyoknak nagyon szívesen ajánljuk. Itt nagy siker volt a júniusban megrendezett társasjátékok éjszakája, amikor is este 10-ig társasjátékoztunk a könyvtár rendezvénytermében, és sok játékot kipróbáltunk, illetve az anime klub alakult, amely fiataloknak, fiatalokból álló anime klub. Ők a japán kultúra iránt érdeklődnek, ők is rendszeresen találkoznak a könyvtár falain belül. Nagyon sok programot és kikapcsolódást, tanulási lehetőséget biztosítunk, azt gondolom, mindenki számára, de nem csak ezekre a programokra, hanem a hétköznapokra is nagyon sok szeretettel várjuk olvasóinkat, hiszen folyamatosan szolgáltatunk dokumentumok kölcsönzésével, helyben használatot lehet, internet használati lehetőségünk van, irodalomkutatáshoz, szakdolgozathoz, dolgozatokhoz, illetve helytörténeti kutatásokhoz keresünk, böngészünk, kutatunk, hogy segíteni tudjunk. Illetve ha nincs meg nekünk ez a könyv, akkor az ország több könyvterából, könyvterközi kölcsönzés lehetőségével tudjuk biztosítani a dokumentumokat. A novemberben változás történt, ugye az energiáremelkedés hatásainak enyhítése érdekében Ózváros képviselőtestülete menedzsment tervát fogadott el, melynek értelmében a Petőfi téri könyvtárunk nyitvatartása szünetel november 1-től, 22. november 1-től 23. április 30-ig. Vagyis ez azt jelenti, hogy a könyvtár dolgozóját költöztek ide, ahol most is vagyunk, az Árpád vezérúti fiókönyvtárba. Itt dolgozunk, itt szolgáltatunk folyamatosan, de minden hétfőjén 8 és 12 óra között várjuk a Petőfi téren a kölcsönzés lehetőséggel az olvasókat. Itt előre elkészített könyvcsomagokat, vagy csak ha épp akkor kell valamilyen könyv, azt oda tudjuk adni, de csak kölcsönzés van ebben az időszakban. Ha valaki nem tud oda eljönni, akkor pedig viszont nagyon szívesen áthozzuk ide a könyveket az Árpád vezérúti fiókönyvtárban, és itt ugyanúgy ki tudjuk kölcsönözni, hiszen itt folyamatosan itt vagyunk és kölcsönzünk. Október közepén járt városunkban Seffer Erzsébet Pulitzer díjas újságíró, író, publicista, akit az Országos Könyvtári Napok eseménysorozatában ismerhetett meg az ózdi közönség. Gombolt ki magad címmel író-olvasó találkozóra várták a vendégeket az akkor még nyitvatartó ózdi városi könyvtárban. Hiszek abban, hogy az ember eredendően jó, hogy pajzsai, kerítései, leplei mögött ott van a kíváncsi másokra figyelő, segítőkész lélek. Seffer Erzsébet délutáni előadásának témája arról szólt, hogy az emberek nagyon bezárkóznak, összehúzzák magukat, s ha semmi nyitottság nincs bennük, akkor nehezebben is élik meg a mindennapokat. Az írónő már nem első alkalommal járt Ózdon. A mostani meghívásnak is örömmel tett eleget. Gombolt ki magad, ez az előadásának a címe. Miért ezt a címet választotta? Nem én választottam, én sok-sok címet küldtem el, és ők választották ezt, de jól választottak, mert hát ez arról szól, hogy ha az ember nagyon bezárkózik, és nagyon összehúzza magát, és nagyon és semmi nyitottság nincs benne, akkor egy kicsit nehezebben él, szerintem. Én erről fogok mesélni. Hallgattam a délután folyamán az egyik riportját, amiben azt mondta, hogy nagyon szeret metrózni, mert megéli a perceket, és mindenkit megvizsgál. Így van ez még a mai időszakban is? Nem is vizsgálom, csak inkább nézegetem. Busszal jöttem most is, ez két és fél óra volt majdnem, vagy igen, körül. És nem vizsgálódtam, csak hát sok mindent lát az ember. Láttam, hogy kik szállnak fel, ki hogy reagál, az egyik elhúzódik, a másik helyet ad. Ezek ilyen kis pici élettanulmányok, vagy pici mini felvételek, vagy találkozások, vagy pillanatfelvételek mondjuk,
Úgyhogy én most is így utazom. Nagyon ritkán vezetek, de ritkán megyek kocsiban, kisebb távolságokra inkább. De a nagyok és a távoliak, azok nekem nagy kaland, még most is. Épp meséltem, hogy ott ült előttem egy fiatalember, végig mesélt, itt nem is tudom, majdnem a végén szállt le ő is, és okos volt, érdekes meglátásai voltak, vitatkoztam is volna vele néha. Az a lány, akivel beszélgetett, az egy, próbáltam elhelyezni őket, hogy vajon milyen világlátásúak. Tehát nem hallgatóztam, csak viszonylag hangosan beszéltek. Mögöttem egy hölgy ült, aki mondta, hogy nyugodtan engedjem le a támlát, de majd Borsodnádasnál leszáll, és akkor majd ügyekezzek. Szóval, hogy van élet, meg mit tudom, én egy sok könyvet hoztam, és egy bőröndel jöttem, ilyen húzó bőröndel, és a hévre, amikor felszálltam, akkor egy fiatal ember mondta, hogy segíthetek? És olyan jól indul ezzel a nap. És ez a gomb volt ki magad, ez körülbelül erről szól, hogy valaki azt mondja, hogy segíthetek, akkor az nyitva van. Hogyha észre se veszi, akkor meg nem. Én meg viszont én kérő ember vagyok, és azt mondom, hogy ne haragudjon, nagyon fáj a derekam, segít föltenni. Ezek apróságok, de egy kicsit a hétköznapokat tényleg nem is színesítik, hanem élhetőbbé teszik. Végül is ezeket írom le. Persze nagy találkozások vannak, egész különösek, ezekről fogok majd mesélni. De az alapállás az, hogy egész pici dolog kell ahhoz, hogy valaki kinyíljon, és kigombolkozzon, most a szónak a macska körömbe mondom. Nagyon kevés. Egy mosoly. Én általában mosolygok, és ahogy felszálltak az emberek, tényleg így volt. Így elmosolyogtam magam, hogy érkezett valaki, hogy jó napot, valami ilyesmit. És hárman mosolyogtak vissza, és az olyan jó volt. Szóval, hogy tényleg nem kell mindenkinek kitárulkozni, nem erről van szó, csak a nagy bezárkózás az bizalmatlanságot jelent általában, óvatosságot, ami normális, de nem attól vagyunk, azt hiszem, sikeresen életjátszó emberek. Szóval az életet az nyitva lehet jobban játszani, még akkor is, ha nem dobunk mindig hatost. Más az alföldi ember, más a hegyek között élő ember. Az alföldi először óvatos, és aztán nagyon odaadja magát, de óvatos. Hát mert mindent látni, mindenbe belelátok, az egész pusztát látom. A hegyi ember kicsit csalafintább, kicsit kivár, kicsit, de mondom, ez a kevés az nagyon, nagyon meg tud dobni mindenkit, de nagy különbségek vannak. A dunántúliak például, ez se általános, mert most mit, hol voltam most? Nem mondom, hogy hol voltam, de ahol voltam, ott nehezebben dicsérnek. Mit tudom én, egy kisebb helyen, vagy egy távoli helyen, nem nagyvárosban, ott hát lehozzák a csillagokat az égből. Szóval, hogy nagyon, nagyon más, és nyilván a hangulatok is mások, meg a gondolom az életfeltételek is mások, de néha a szegény helyen meg olyan könnyű a közlekedés az érzelmek között, ha az ember elkapja. Melyik a legutolsó alkotása, amit megírt? Egy Párarajzok című kötet, ami sok kis történetet. Nekem az a műfajom inkább. Négy gyerek mellett nem ír az ember regényt, vagy legalábbis írtam egyet, de az egy regényke, bár jó ízű regényke. És most lesz egy könyvem, ha az égiek is segítenek, meg a nyomda is, akkor Indián nyár címmel, ilyen belső utak, de olyan talán olvasmányos, és nem ilyen elfilozofált dolog, hanem sok játékkal talán, meg sok önvallomások, sok van benne.
Én azt látom, hogy mostanában, amikor kevés az idő, ami őrület, nagyon szeretik. Tényleg nagyon szeretik, mert ezt szokták mondani, hogy ott vannak a könyvei az ágyam mellett, és este csak előveszem, és egy vagy két történetet elolvasok, és azzal jól lefeküdni. Mert ezek azért ilyen kapaszkodó könyvek. Megnevetett, megríkat, tovább lendít, reményt ad. Nem negédeskedik, meg nem... Igen, de nem édeskedik, hanem azt hiszem valami mást próbál, és a kis történeteket igen szeretik, és ráismernek. És sokszor mondják, hogy már én is másképp utazom a vonaton. És ez olyan jó. Az írónő életének történéseit, tapasztalatait mesélte el a hallgatóságnak. Néha nevetésbe végződött a történet, de volt olyan visszaemlékezés, amely szívhez szóló volt, és sokan azt érezték, talán velük is megtörtént ez a pillanat. Az Ószt-Sajó-Várkonyi Református Egyházközség templomában adott koncertet decemberben az adventi részfúvós kamara együttes. Magazinunk végén csendüljön fel néhány ünnepi dallam a 27 éve közösen muzsikáló formáció előadásában. Egy vasárnapi istentiszteletet követően az Ószt-Sajó-Várkonyi Református Egyházközség templomában az adventi részfúvós kamara együttes tagjai álltak ki a szószék elé. A zenekar 27 éves múltra tekint vissza, amely során az ország számos szegletében teljesítettek már szolgálatot. Az egyik zenekari tagunknak a házastársa, az egyik idősek otthonának a vezetője itt Ószdon, illetve mi hetednapi adventisták vagyunk, van itt adventista gyülekezetünk is, és egy-két kisebb missziós szolgálatunk már zenekarilag is volt a városban. Úgyhogy végül is nem először vagyunk itt, de még nem is sokszor jártunk itt, úgyhogy reméljük lesz több meghívásunk a jövőben is. És többször tudjuk megörvendeztetni az ószdiakat, akár egyházi szinten, akár egy térzene alkalmával, vagy más jellegű eseményeken. Nekünk a szombat az istentiszteleti napunk, és általában szombat délelőttönként istentisztelten vagyunk a saját lakóhelyünkön, de szombat délutánonként szoktunk utazni, autóba ülni, és akkor a zenekar egy része utazik. Budapesttől Miskolcig vagyunk most körülbelül elszórva. Budapest, Heves megye és Borsod megye különböző településeiről. Körülbelül 12 fős az együttesünk, néha változik a létszám, most itt 10 tudtunk ide eljönni. Elsősorban egyházi zenét játszunk, komoly zenei és egyház zenei műveket, átiratokat. Itt is ezekből válogattunk, kifejezetten a karácsonyra, az adventre koncentrálva, illetve azt is figyelembe vettük, hogy egy református gyülekezetben vagyunk, tehát az ilyen jellegű zeneművek közül válogattunk a református énekeskönyvben is megtalálhatók közül. Egyébként fúvós zenekari műveket is játszunk, amit mi a kisebb létszámmal el tudunk játszani. Olyan zeneszámokat is, amelyek vidámak, egy majálison is előadhatóak, de a fő profilunk az a komoly és az egyházi zene. Thank you.
A közönség nagyon élvezte a koncertet, az alkalom végén pedig közösen imádkoztak és énekeltek a megjelentek. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét és kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!